Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV Szemünk Fénye című műsorát látják. Tudják, minden, ami a gyerekről szól. Elég szomorú képet fest a magyar gyerekek helyzetéről a KSH adattára. A számok megmutatják az elmúlt sok év negatív trendjeit. Védelem alatt több mint 27 ezer gyermek él hazánkban. Jelenleg közel 23 ezer gyermek nevelkedik állami gondoskodásban, nevelő szülőknél pedig körülbelül 14 ezren élnek. Kisvárosnyi számokról beszélünk. Örökbe fogadni jellemzően 3 év alatti gyermekeket akarnak, de kérdés, hogy mi lesz a védelem alatt álló nagyobbakkal. Nevelő szülő kerestetik. Ez lehet a jelmondata a mai adásnak, egy tágabb kitekintéssel a témára. Vendégem András Katalina Szentágot, a Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató helyettese. Katalin, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Üdvözlök én is mindenkit, és köszöntelek. Egyenesen Szegedről, mert igen, ő szegedi központtal működik, de sok vármegyében, 13 vármegyében ez a szolgáltató. Mondasz pár szót magatokról? Persze. A Szent Ágota a Gyermekvédelmi Szolgáltató a Szeged Csanádi Egyházmegye fenntartásában működik. 2011 óta vállal gyermekvédelmi gondoskodásban élő, tehát korábban, ugye, ahogy te is említetted, állami gondozott gyerekek, kapcsolatosan ugye velük való foglalkozást, és 2021 óta már 13 vármegyében vagyunk jelen. Könnyebb talán felsorolni, ahol nem. Nem vagyunk jelen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Hajdú-Bihar megyében, Somogy-Zala vármegyékben, de egyébként ettől függetlenül, tehát hogy nem vagyunk jelen, ezekben a vármegyékben is folyamatosan keresünk nevelőszülőket. Azt, hogy gondoskodtak az állami gondoskodás alatt élő gyerekekről, illetve nevelőszülőknél, ez mit jelent konkrétan? Mit csináltok ti? Egyrészt nevelőszülői hálózatokat működtetünk minden vármegyében, másrészt pedig van összesen 32 gyermek és lakásotthonunk, mert ahogy te is említetted, azért nem minden gyerek él nevelőszülőknél. Egyrészt mondhatnám úgy, hogy nem minden gyerek van ebben a szerencsés helyzetben, hogy nevelő családban töltheti azt az átmeneti időszakot, amit gondoskodásban kell tölteni, ugyanakkor azért vannak olyan gyerkőcök, akik bármilyen furcsán hangzik, az ő szükségletüket, pszichés állapotukat tekintve, lehet, hogy egy kisebb létszámú lakásotthonos elhelyezés ideálisabb számukra. Úgyhogy jó néhány gyerkőcünk él gyermek és lakásotthonban, de mi büszkék vagyunk arra, hogy az országos viszonylathoz képest a gyerekeink 92%-a nevelőszülői családban nőhet fel. Ez azt jelenti, hogy a ti holdudalatokban elegendő a nevelőszülő, vagy más oka van ennek? Vagy a szervezeti struktúra másképp működik, vagy a gyerekek másképp vannak, az élethelyzetek mások, vagy minden is együtt? Lehet, hogy pont egy újabb szempontot hoznék be. 2011-ben azért mi is, amikor átvettük az első vármegyét, Csongrád-Csanád vármegyei szakellátást, azért szembesültünk azzal, hogy a gyerekek létszámához és igényeihez képest kevés a nevelőszülő, és már akkor kitűztük célul, hogy folyamatosan fejleszteni fogjuk a nevelőszülői hálózatot. Ahogy kerültek át a működtetésünkbe a vármegyék, ezt minden vármegyébe folyamatossá tesszük, folyamatosan fejlesztjük a nevelőszülői hálózatot. Egyrészt ennek köszönhető ez az arányszám, hogy azok a nevelőszülők helyébe is, akik ugye adott esetben elfáradnak, kiöregednek, nevezzük nevén, ebből a hivatásvállalásból azok helyére újak kerülhessenek, illetve a bekerülő gyerekek számára minél tágabb, vagy minél szélesebb palettáját tudjuk megmutatni a nevelőszülőknek, mert hogy fontos az, hogy mindig a bekerülő gyerkőc számára keresünk megfelelő nevelőszülői családot. Nézzük a nevelőszülőnek a fogalmát. Nem azonos a lakóotthonnal, nem azonos az örökbefogadó szülővel. Ez egy átmeneti segítség, ami azt jelenti, hogy...
Azt jelenti, hogy a nevelőszülő a saját otthonába, a saját családjába fogadja be azokat a gyerekeket, akik valamilyen ok miatt a vér szerinti családjukban nem nevelkedhetnek, arra az átmeneti időre, amíg általánosakban úgy mondhatom, a gyermek érdekei másképp nem alakulnak. Mert hogy azért az a célunk, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás és ezen belül a nevelőszülőség valóban egy átmeneti legyen. Ha a gyermek élethelyzete és sorsa úgy alakul, hogy például visszakerülhet a saját vér szerinti családjába, akkor megtörténik a hazagondozás. Minden gyermeknek családban van a legjobb helye, és leginkább a saját családjában. Ugyanakkor van olyan helyzet sok gyermekünknél, akinél ez nem lehetséges, mert valamilyen ok miatt a saját vér szerinti családja a későbbiekben őt egyáltalán nem nevelheti. Ilyenkor viszont az ő sorsát hosszú távon igyekszünk örökbefogadással rendezni. Tehát, hogy örökbefogadó szülőket keres neki a gyermekvédelem rendszere, a legoptimálisabbat, és nyilván ez is segíti azt, hogy saját családra rejjen. Onnantól kezdve, hogy örökbefogadás megtörtént, onnantól kezdve vér szerinti család lesz jogilag is az örökbefogadó család. A nevelőszülő hivatás vállalása, ez nagyon élesen ketté, vagy elválik. Ettől az örökbefogadói szándéktól is, hiszen az örökbefogadásnál azért az az alapvető motiváció az örökbefogadó szülőknek, hogy saját családjuk, saját gyermekük legyen. A nevelőszülők esetében viszont azzal indulnak, hogy segíteni szeretnének azoknak a gyerkőcöknek, akik a legelhagyatottabb helyzetekben vannak, akik a legnagyobb segítségre szorulnak. Jellemzően, amikor azt mondjuk, bocsánat, hogy átmeneti, akkor mekkora időszak, milyen hosszú időszakról beszélünk? 2 hónaptól 24 év is lehet. 2 hónaptól 24 év is lehet. Vagy akár bármennyi is. Igen, mert hogy előre a gyermek sorsát nem tudjuk. Egy nevelőszülőnek fel kell készülni erre, hogy... És ez kell mindig, vagy az az állandó mondat kell, hogy szerepeljen az ő fejében és az ő hivatásvállalása során a lelkében is, hogy addig ad meg mindent a gyermeknek, amíg annak az adott gyermeknek szüksége van erre. És ebben a helyzetben, abban az időszakban ő jelent számára mindent, amit adott esetben egy család jelenthet. Ugyanakkor, hogyha úgy alakul a sorsa, hogy rendeződhet, hazakerülhet, örökbefogadás, esetleg lehetősége felvetődik, akkor a nevelőszülőnek ezt a hosszú távú sorsrendezést ezt segítenie kell. Hát ez egy nagyon nehéz vállalás, belegondolok, itt az érzelmeket nagyon ügyesen és tudatosan félre kell tenni, és nagyon tisztába kell lenni azzal, hogy mettől meddig tart az én határom, mint szülő. Ugye? Mert benne van, ahogy mondod, hogy 2 hónap, vagy akár 24 év, hát nem mindegy, hogy hogyan kötődöm, és hogy milyen kapcsolatot alakítok ki a gyerekkel. Igen, bár azt tudom mondani, hogy egy picit hagyjuk vissza, olyan nincs, hogy az érzelmeket félretenni, mert hogy a nevelőszülő is szülő, sőt, ő az, aki sok esetben egy kötődési alapot mutat meg a gyerkőcnek. Lehet, hogy nyilván olyan helyzetből került be, hogy nem volt lehetősége megfelelően kötődni, vagy az ő kötődése nem volt optimális. A nevelőszülők, azok pont ezt segítik, hogy a későbbi kapcsolataik alapját leteszik az ő szeretetükkel, az ő odafordulásokkal és az ő elfogadásukkal a gyerkőc felé. Olyan ez, mint egy hivatás, nem? Ez az is. Ez az is. Ez az is mindenféle értelemben. Egyrészt ugye foglalkoztatási jogviszony 2014 óta, tehát ez a hivatásvállalásnak úgymond a jogi része is, illetve munkavállalói része is már rendezetté vált. Korábban ez inkább társadalmi hivatásvállalás volt. Tehát csak így viszonyításképpen a nevelőszülők 2014 előtt 15.000 forintos tiszteletdíjért vállalták a gyermekvédelemben élő gyerkőcökről való mindennapi gondoskodást. Ma már a foglalkoztatási jogviszony keretében a gyermekekre kapott támogatáson túl jár egyfajta díjazás is. Szoktam mondani, hogy ebből nem fognak Hawaii-ra utazni és meggazdagodni a nevelőszülők, hogy érthető legyen, 3 befogadott gyermek után kapják meg a mindenkori minimálbért a díjazásban. És azért ezt el tudjuk képzelni, hogy ez már önmagában
önmagában egy nagyon nagy vállalás 3 gyerkőc esetében, de van olyan nevelőszülünk, és az is ugyanolyan értékes, aki egyetlen gyermeket fogad be, egyetlen gyermeknek tud jövőt adni, reményt ébreszteni benne, addig, amíg neki szüksége van rá. Tehát a motiváció akkor, ha jól értem, akkor mégiscsak érzelmi, ugye? Segíteni és lehetőséget vagy esélyt biztosítani ezeknek a gyerekeknek. Így van. Érzelmi alapvetően ez a motiváció, és nagyon jól fogalmaztad a segítségnyújtás, ugyanakkor azért kell egyfajta tudatosság is ebben, pont azért, amiről az előbb is beszélgettünk, hogy tudatosan kell kötődni, tudatosan kell szeretni ezt a gyerkőcöt, mert hogy benne van az, hogy amikor a gyermeknek arra van a legnagyobb szüksége, akkor bizony a nevelőszülő és a nevelőszülői család el tudja engedni azt a gyerkőcöt, sőt fel is készítse az elengedésre. Nevelőszülő kerestetik, ugye elmondtam, hogy ez a jelmondata ennek a beszélgetésnek, te is utaltál már rá, hogy az egyik hivatás vagy küldetésetek az, hogy bővítsétek ezt a hálózatot, és ez jól is működik. Miféle jelentkezőket vártok? Jellemző-e, hogy miféle jelentkezők jönnek? Jellemző az, hogy milyen feltételek azok, amiknek meg kell felelni, és mi jellemző az, hogy miféle szűrés az, amin át kell menni ezeknek a jelentkezőknek? Hát mielőtt, mert ez egy szép nagy kérdés, belevágni. Azt mondom, hogy alapvetően olyan jó szándékú embereket és családokat keresünk, akik úgy érzik, hogy van hely a szívükben és az otthonukban befogadni ezeket a gyerkőcöket, akik adott esetben a legreményvesztettebbek, és jövőt mutatni nekik. Van természetesen a nevelőszülői hivatásvállalásnak, egyébként mind minden hivatásnak, vannak jogszabályi feltételei is. Az egyik az a betöltött 24 éves életkor, a büntetlen előélet, a környezeti, illetve a személyiségbeli alkalmasság. Ehhez társul, hogy ezek a feltételek fennállnak-e a jelentkezőknél, érdeklődéknél, társul egy kiválasztási folyamat, ahol mindezt megnézzük, beszélgetünk róla az érdeklődőkkel, és hogyha mi valóban azt látjuk, hogy az ő útja ez a hivatásvállalás, vagy ez a vállalás, akkor egy képzésen kell részt venniük, egy 60 órás képzésen, ami két részből áll, és már itt elkezdődik a nevelőszülői hivatásvállalásra való tudatos felkészítés, mert az első része az egy tréning jellegű. 28 óra, de minimum egy másfél hónapig tartó folyamat, és döntés előkészítőnek is nevezzük. Ez az az időszak a képzésnek, a felkészítésnek, amikor képzett trénerek, illetve egy már nevelő szülőként tevékenykedő kollega segítségével megmutatjuk nekik nem csak a szépségét a nevelőszülői hivatásvállalásnak, hanem bizony azokat a nehezebb, de azzal megküzdhető, tehát a nehézségekkel való megküzdési lehetőségeket is, és azokat a helyzeteket, amikkel nevelőszülőként szembe találkozhatnak. Ugye nézzük, mik azok a speciális helyzetek, amivel szembe találkozik, túl azon, hogy gyereknevelés rutin kérdéseivel találkozni fog. Nyilván traumatizált gyerekekről van szó. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Illetve ami nekem még eszembe jut, anélkül, hogy ebben részt vettem volna bármikor is, hogy késznek lenni az elengedésre. Így van. Nézzük ezeket, meg ami ezen túl még van. Igen, egy meghatározott tematika szerint megyünk ebben a tréningben, kis csoportban valósítjuk meg, tehát maximum 15 jelentkező vehet részt, és ez pont azért is jó, mert hogy itt saját élményeken és saját megosztásokon keresztül szembesülhetnek, akár azzal, hogy például nekik még dolguk van az elengedéssel, vagy dolguk van a veszteséggel. Olyan témaköröket boncolgatunk tréning során, mint a krízis helyzet a családban, mert bármennyire furcsa, és bármennyire örömmel várják is, hogy akár az első gyerkőc oda kerülése sokat készülnek rá, azért csak felborítja azt a megszokott családi egyensúlyt. Nyilván az érkező gyerkőc az mindig veszteségélménnyel jön. Nem csak sok mindent cipel az ő kis puttonyába, mert
Nyilván nem véletlenül történik meg a vérszerinti családból való kiemelés. Jellemzően ugye az elhanyagolás, vagy veszélyeztetés, vagy akár bántalmazás miatt. Hozza ezeket a kis puttonyába, de az, hogy őt elszakítják, ő így éli meg, attól a számára megszokott biztonságtól, az egy hatalmas veszteségérmény. Bekerül egy idegen szülőpárhoz. Idegen szülőpárhoz, idegen gyerekek közé, mert ugye azért saját gyerkőc is lehet. Bekerül egy jól működő családba, ami számára azért új, és lehet, hogy riasztó és szorongáskeltő, csak egy ezt tudatosan tudomásul vevő és felismerő nevelőszülő tudja azokat a helyzeteket jól kezelni, ahogy például erre egy gyerkőc reagál. Nézzünk élethelyzeteket, Katalin. Most mondtál egyet-kettőt, mondjuk a rosszul működő család, ami sok minden miatt ugye lehet, igen, hogy rosszul működik. Például ez lehet egy ok, ami miatt egy gyermek ilyen sorsra kerül. Mi lehet még? Szülő halálozás is lehet, nem? Ott, ahol nem feltétlenül működik rosszul a család, történik egy tragédia, elvesznek a szülők. Igen, bár ebben az esetben ugye a gyermekvédelmi rendszernek mi egy állomása vagyunk a szakellátás. Azért a gyermekvédelmi rendszert megelőzi, vagy a szakellátást megelőzi az úgynevezett alapellátás. Tehát, hogyha egy gyermek bármilyen ok miatt veszélyeztetve van, azért rögtön nem kerül kiemelésre a családból, mert az minden gyerekvédő számára, ez tényleg egy fontos mondat, hogy ameddig lehet, a gyermek a saját családjában maradjon, mert hogy ott van számára a legnagyobb biztonság, és inkább a családot segítsük meg azzal, hogy akár alkalmassá tegyük, akár valamiféle támogatást nyújtsunk nekik abban, hogy a gyermekek ott maradhassanak. Az alapellátás ezzel kapcsolatban teszi a dolgát. Eljöhet egy olyan pont, amikor már azt mondják a szakemberek, hogy ez a család innentől kezdve nem tud biztonságot nyújtani a gyerkőcnek. Ez sokszor, tehát nagyon sok esetben találkozunk elhanyagolással például, nagyon sok esetben találkozunk akár komoly veszélyeztetéssel, a szülők nem megfelelő életmódjával, de van olyan is, és azért ezt nem szabad letagadnunk, hogy mostani válsághelyzet azért rányomja a bélyeget arra, hogy nagyon sok, lehet, hogy korábban jól működő család elveszíti a talajt a lába alól. Egzisztenciálisan? Egzisztenciálisan, és önmagában ez még nyilván nem elég a kiemeléshez, de ez maga után húzhat nagyon sok olyan jellegű problémát, ami miatt aztán a gyerkőcök ellátása és a róluk való mindennapi megfelelő gondoskodás veszélybe kerül. És ilyenkor a szakellátás, tehát bekapcsolódik ugye a gyerekek védelmébe az a rendszer, amit mi is képviselünk, hogy a gyermek igényeinek, szükségleteinek megfelelően elsősorban nevelőszülői családhoz, illetve gyermek vagy lakás otthonba kerül. És hozzáteszem, ha a szülők mondjuk egy ilyen élethelyzetben rendezik a sorukat, akkor természetes, hogy az első, hogy vissza, és hazagondozás megtörténjen. Erre is azért nagyon sok példa van, ebbe is együtt működik például az alapellátás is, tehát nem hagyja magára azokat a szülőket, akiktől kiemelték a gyerkőcöt, hanem igyekszik segíteni, hogy minél hamarabb visszakerüljön. Mi az, amire neveli a gyereket a nevelőszülő? Ugye most például mondtál egy ilyen helyzetet, hogy vissza is kerülhet akár, mert látszik, hogy zajlik a folyamat, csak idő kérdése, hogy rendeződik az alaphelyzet. Na de hát a nevelőszülőnél van valamennyi ideig, és ott ugye a kötődés, a biztonság, a védettség, a megtartás, ugye nagyon fontos dolgok, amit a szülőnek biztosítani kell. Mi az, amit mondani tud magának, és mi az, amit mondani tud a gyereknek, vagy mondania kell? Mire nevelni? Még belegondolni is nehéz. Nehéz, igen, és ugye egy picit azért nehéz, mert mi minden nap ezt csináljuk, de hogy tényleg tudatosítani kell néha, hogy hogyan is tesszük mindezt, és a nevelőszülőink hogyan is teszik, és azért a képzésen, a felkészítésen erre is kitérünk, tehát a nevelőszülőkbe elsősorban magukba, és nyilván ezáltal majd a gyerkőcökbe is, tudatosodnia kell, hogy az a gyerkőc nem az ő gyermekük. Az a gyerkőc kicsit furcsán hangzik, de a jó értelme véve olyan közös gyerkőc, akinek a sorsáért onnantól kezdve több ember felelős, és mindenki az ő legjobb érdekét szeretné.
Ennek a gyerkőcnek vannak vérszerinti szülei, vagy ha sajnos esemény történt, voltak a nevelőszülőnek, fontos, vagy a nevelőszülő fontos, hogy a gyermekben ezt tudatosítsa. Ő és nem önmagában. Lesz az anyuká. Elsősorban persze önmagába, de ugye erre a nevelőszülőket igyekszünk felkészíteni, meg miután nevelőszülővé váltak, akkor is folyamatosak a továbbképzések, tehát hogy ezt újra és újra elővesszük, hogy nem ő a vér szerinti anyuka, apuka, ő addig van a gyermekkel, és addig nyújt számára biztonságot, amíg arra a gyermeknek szüksége van. Tulajdonképpen ezek azok a mondatok, amiket el is mond a gyerkőcnek akkor, amikor a gyermek akár elbizonytalanodik az ő helyzetébe, vagy mondjuk anya hiánya van, apa hiánya. Tudnia kell a nevelőszülőnek, hogy a gyerkőcben, mi ezt szoktuk mondani a képzésen, ott van egy kis csip, hogy én szeretem apát és szeretem anyát. A nevelőszülőnek tisztelnie kell tudni azt a vérszerinti szülőt, ahonnan kikerült a gyerkőc. Annál is inkább, ha nagyon nehéz, akkor is magába tudatosítania kell, hogy ő most nevelheti azt a gyermeket, az a vérszerinti szülőknek köszönhető a gyermek. Ben pedig nagyon fontos, hogy kialakítsa azt, hogy a vérszerinti szülei igyekeznek mindent megtenni érte. Folyamatos a kapcsolattartás, tehát ahogy bekerül egy gyermek a szakellátásba, akkor már az első pillanattól fontos az, hogy amennyiben és ahogyan az ő érdekében áll, a vérszerinti szüleivel tartsa a kapcsolatot. Ezt a nevelőszülőnek segítenie kell. Ebben a gyámhivatalhoz döntést, mindent megvizsgál, hogy hogyan, miként szolgálja ez a gyermek érdekét, milyen időközönként, milyen helyszínen, és a nevelőszülőnek ott kell lennie, segítenie kell a gyereknek felkészülni ezekre a kapcsolattartásokra, segítenie kell megküzdeni azzal, hogyha például nem jön el a vérszerinti szülő, mert nyilván valami nagyon fontos dolga akadt, és utána pedig dolgozni azzal, hogy a gyermeknek van egy természetes hiányérzete, hogy ő egyébként nem a szeretett szüleivel él, hanem hazamegy a nevelőszülőhöz. Nagyon szép, nagyon fontos hivatás, de egészen biztos szükség van támogatásra a háttérből, szakmai támogatásra, támogató közösségre, ugye, hogy megtartsák a hivatásukban ezeket az embereket. Van ilyen, jól működik ez a rendszer, ez a támogatói rendszer? Működik, és ezt is folyamatosan fejlesztjük. Úgy, ahogy azt mondtam, hogy a gyerkőc nincs egyedül ebben a helyzetben, mert ugye nagyon sok ember veszik körül, aki érte felelős. Azt hiszem, hogy ez akkor valósulhat meg, és a gyermek akkor érezheti azt, hogy nincs egyedül, ha vele közvetlenül foglalkozó kollégák is azt érzik, hogy nincsenek egyedül. Legyen azok a nevelőszülők, vagy az őket támogató szakemberek. Mi úgy működünk a Szent Ágott a Gyermekvédelmi Szolgáltatónál, mint egy család, ahol egymásért felelősséget vállalunk, odafigyelünk egymásra, és tényleg senkit nem hagyunk egyedül. Van egy úgymond klasszikus értelembe vett támogatói közösség, nagyon sok szakember segíti a nevelőszülőt mindennapokban a hivatás vállalásában, nevelőszülői tanácsadó, szakmai vezető, gyermekvédelmi gyám, nálunk a Szent Ágotánál pszichológusok is dolgoznak a nevelőszülői hálózatban, gyógypedagógusok, tehát nyilván a gyerkőceinknek azért sok esetben szüksége van erre a kis pluszra, de már az segítség a nevelőszülőnek, hogy nem neki kell erről gondoskodnia, nem neki kell utána mennie, hanem ez adott esetben rendelkezésre áll, illetve olyanban is mellettük állunk, amik például nagyon egyediek, mert azért lehet olyan, hogy egy-egy gyereknek akár a lemaradása, akár a tehetsége miatt valami pluszra van szüksége. Vagy netán mondjuk valamilyen hátrányos helyzet miatt például, mert mondjuk fogyatékkal él. Így van. És akkor rendelkezésre állnak, rendelkezésre áll az a lehetőség, hogy egyénileg is igyekszünk támogatni őket. Az is egyfajta támogatás, mi a Szent Ágotánál nagyon-nagyon sok gondot fordítunk arra, hogy rengeteg élményben részesítsük a gyermekeinket közvetlenül, de a nevelőszülői családjainkat. Úgyhogy most pont egy olyan időszak következik, hogy táborba
be táborból ki egy újabb tábor, tehát sok esetben lesznek olyan családok, akiknél havonta a gyerkőcök elmennek táborba, vagy ők maguk is, tehát teljes nevelőszülői családok hosszú hétvégére, Zánkára, Zalaszabarra családi napokat töltenek együtt. Ez természetesen mindegyiket számukra térítésmentesen biztosítjuk. Katalin, nagyon kevés időnk maradt. Az nagyon-nagyon érdekel viszont még, hogy van-e utánkövetés, amikor kerül egy gyerek egy nevelőszülői családból, akkor utána hogy van a kapcsolattartás, hogy van az ő életében, ez akár két hónapról, akár mondjuk 20 évről beszélünk, ugye nyilván hát nagyon eltérő élethelyzet, illetve ugye arról beszéltünk most már harmadszor, hogy nevelőszülő kerestetik, Baranyában itt a számokat azt olvastam, hogy 111 nevelőszülő van, és 382 gyerekről gondoskodnak. Amikor azt mondjuk, hogy kerestetik, akkor ki keres, hogy keres, hol keres, kiknek a jelentkezését várják? Nagyon nagy szeretettel ajánlom a honlapunkat, azt gondolom, hogy minden információ megtalálható rajta, és egy picit azon keresztül betekintést is tudnak nyerni. Így a nevelőszüleink, meg egyáltalán a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató életébe, ez a szentágota.hu honlapot kérem, hogy keressék fel. A feltételek is ott vannak, nyilván a jogszabályokról beszéltünk, de várjuk azokat az akár egyedülálló, akár házaspárokat, élettársakat, akik úgy érzik, hogy egy, kettő, három, bármennyi gyerkőcöt be tudnának fogadni. Akár egyedülállóak is. És egyedülállóak is, természetesen. Tehát a nevelőszülői család ilyen értelemben számunkra az egyedülálló nevelőszülőket is jelenti, hiszen ők ugye a nevel gyerkőccel válnak ilyen értelemben családdá, de ez egyáltalán nem jelent kizáró tényezőt. Nem jelent kizáró tényezőt, sokan úgy gondolják, hogy ó, csak kertesház lett. Nem, panellakásban is vannak nevelőszülőink. Existenciális szülő van? Van. Egzisztenciális, inkább környezeti szűrőnek mondanám, mert hogy jogszabály írja elő, hogy a gyermek elhelyezését hogyan kell a nevelőszülőnek megoldani, ugye tőle külön szobába mindenképpen, és tehát olyan nagyságú szoba kell, hogy gyermekenként 6 négyzetméter a rendelkezésre jön, de például testvérek, vagy akár a nevelőszülő saját gyermeke és a nevelt gyerkőc lehetnek egy szobában. Tehát, hogy nem kell kacsalámon forgó kastélyokra gondolni, teljesen átlagos családok, nevelőszülők, vagy leendő nevelőszülők jelentkezését várjuk. Amit pedig hozzáadnak a gyerek életéhez, az talán a lehetőség, meg az új esély, nem? Így van, így van. Akár egy hónapról beszélünk, akár 20 évről beszélünk, mindenképpen egy esélyt adnak annak a gyerkőcnek, vagy sok esetben annak a vérszerinti családnak, hogy a lehető legjobban tudja nevelni azt a gyerkőcöt, illetve azért sokszor találkozunk azzal, hogy a nevelőszülőnél nőnek fel a gyermekek, 18 éves kor után is maradhatnak, tehát ez is egy ilyen régi tévhit, hogy 18 évesen kikerülnek a gondoskodásból, nem utógondozotti ellátottként maradhatnak, ha tanulnak akár 24-25 éves korukig, felsőoktatásba tanulnak, akkor a szolgáltatónk akár 30 éves korukig is támogat ezeket a fiatalokat, és nagyon sokan azért visszajárnak, mert hogy az az esély, az a lehetőség, lehet, hogy nem is abban a pillanatban, amikor elkerülnek a nevelőszülőtől, érik meg bennük, hogy mit jelentett, de később felnőttként azért érzik azt, hogy mennyit kaptak. Van olyan nevelőszülőnk, ahol mondják, hogy anyák napján 38-40-en ülik körül az asztalt. Hát ez nagyon szép. Legyen ez a végszó. András Katalin, nagyon köszönöm, hogy eljöttél Szegedről. Jó utat kívánok, tovább Szekszárdra mész, ugye? Ott folytatódik tovább a munkád. Kitartást kívánok, köszönöm szépen. Önöknek köszönöm is. Szépen. Köszönjük szépen, hogyha elünk voltak az elmúlt fél órában, és meghallgatták a beszélgetést. Két hét múlva is várjuk Önöket itt a szemünk fényében. Minden jót, viszontlátásra. Thank you.